58 különböző hajó szállt vízre a 2021-es hajómodell versenyen a csónakázó tavon a hétvégén. A magyar bajnokság második fordulóján FSRV hajóosztályban vetélkedtek a csapatok. Az idei megmérettetésre osztrák, szlovén és szlovák csoportok is érkeztek, hogy megmutassák modellhajójuk teljesítményét. A szervezőktől megtudtuk, egyedi adottságai miatt szeretik a kanizsai pályát a versenyzők. A kanizsai verseny az mindig is egy nemzetközi verseny volt, már maga a tónak az adottságai olyanok, hogy extrák. A bal felső bójánk, ami a nyugati oldala a pályának, ahogy az északi szél esetleg befúj, a hosszú szakaszon megiramodnak a hullámok, ott borulnak a hajók. Ha valaki nem odafigyel, akkor borulnak a hajók. Komoly állóképességre van szükség a stégről irányítóknak, ugyanis a futamok 20 és 30 percesek. Most a nagy hőség sem könnyítette meg a résztvevők dolgát, fizikálisan és mentálisan egyaránt készülniük kellett. Ahogy Berta András, a Magyar Modellező Szövetség FSR szakágvezetője fogalmazott, olyan megszállottan kell hozzáállni a hajómodellezéshez is, mint bármilyen más sporthoz. Muszáj, igazából ez nem megy másképp, tehát nekem is a feleségem az néha felteszi a kérdést, hogy ő vagy a hajóim, és mondtam, hogy ez más dimenzió. Amikor eljövök versenyezni, akkor nyilván nekem is ez a világon a legfontosabb. Azt gondolom, hogyha nem az lenne, akkor az ember nem állna 45 fokban a stégen, és nem lenne nyakig olajos. Tehát ez egyfajta őrület, de ebben egyáltalán nem különbözünk semmilyen más sportáktól. A szervezők célja, hogy a jövőben nemzetközi szinten még tovább emeljék a versenyen résztvevők számát. Végül Nagykanizsáról Boti Ferenc 5. lett 27-es hajóosztályban, Lexika Zsolt pedig a 10. helyen zárta a 15 köbcentisek kategóriájában.